Régészek helyezik üvegszekrénybe a fejedelemségkori hamis próbavereteket és lemezhulladékokat a Székely Nemzeti Múzeumban. Az 5 darab hamis ezüstérme és a hozzájuk tartozó 16 darab ezüst lemezhulladék az Uzoni Béldi Mikes kastély 2016-os régészeti kutatása során került elő. És hát az ásatásoknak a nagy eredménye tudományos szempontból az volt, hogy sikerült egyértelműen bebizonyítani, hogy a ma álló kastélynak legalábbis egy része az már a 17. században, tehát legalább 100 évvel korábban felépült, mint ahogy mostanáig gondolták. Ugye azért hívják Béldi Mikes kastélynak, mert a Mikes család előtt a Béldi familiának volt a birtokában. Ugye a 17. század közepén, amely korból egyébként ezek a leletek is származnak, akkor a kastély tulajdonosa Béldi Pál fejedelmi tanácsos volt. Ugye a történet érdekessége, hogy pont ebben az időszakban, amikor ezeket az érméket hamisítják, akkor Béldi éppen tatárfogságban van, a második Rákóczi Györgyféle rendjel hadjárat végén, és hát egy nagyon jelentős összegű váltságdíjat kellett kifizetni, azért szabadon engedjék. A váltságdíjak és a nagy összegű török adó kiürítette a kincstárat. A Béldi család is minden bizonnyal ezért folyamodott a pénzhamisításhoz. A tárgyak II. János Kázmér lengyel király 1660 és 61-ben vert hadgarasos érméinek hamis próbaveretei. A régészek a kastély északi szárnyában találták meg egy vászonerszényben. Számunkra már is első pillanattól furcsa volt az a tény, hogy megkaptuk a lemezkéket, amiből az érmék kivágottak. Innen gyanítottuk, hogy már is, tehát hamisítványról van szó. II. János Kázmér lengyel király érméjét hamisítják. Az akkori lengyel nemesfém, nem is nemes érme mennyiség, fontos valuta volt Kelet-Európába, így Erdélybe is eljut. Még egy fontos és érdekes tény az, hogy latrinába kaptuk. A fejedelemség korában halálbüntetés járt a pénzhamisításért, emiatt rejthették el. A ritka régészeti leletegyüttest a hónap műtárgya program keretében mutatták be, melyet az intézmény 2016. januárjában indított el. Vannak olyan értékes és szép tárgyaink, amelyek hosszú ideig nem kerülnek ki a raktárból, mert nem egy olyan tárgyegyüttesnek a részei, tehát gyakorlatilag nem válogatjuk be őket a kiállításban, mert különösek, furcsák, korban is, meg tematikában is, valahogyan magányos farkasok ezek a tárgyak. Marketing szempontból pedig azért jó a hónap műtárgya, mert ad egy ritmust a múzeumi életnek. Ilyen, ez egy műhely munka tulajdonképpen, mert nem kivétel egyetlen alegységünkkel vagy osztályunkkal sem, hanem szerre dolgoznak a kollégák, tehát a néprajzos például tudja, hogy 2 hónap múlva ő fog következni, van ideje előkészülni, felkészülni rá, és a kollégák is nagyon szeretik, a közönség soraiban pedig rendkívül népszerűségnek örvend. Azok a kitartó látogatók, akik minden hónap utolsó csütörtökén megtekintik a hónap műtárgyát, és belépőjüket összegyűjtik, évvégén ajándékban részesülnek. Ugyanakkor ingyen megtekinthetik a múzeum időszakos tárlatát. Március végén a több száz éves hamis érmék mellett a látogatóknak lehetőségük volt megnézni a Tehetségük az Isteni Kegyelem Ajándéka című időszakos tárlatot, mely Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképét mutatja be.